So you studied at the Academy of Fine Arts at a time when Hungary was very isolated from international developments, even more so than other Eastern European countries that at least allowed abstraction. How do you think that cultural isolation affects an artist's development? And do you think that the role of influence is more or less pronounced than it is for more connected artists? Nagyon kellemetlen érzés természetesen, de ha az ember rendelkezik azzal a fanatizmussal, jó értelembe vett fanatizmussal, amivel én is, és hál' Istennek a generációm, tehát többen voltunk, hogy mindennek ellenére meg kell szerezni az információkat, és meg is szereztük. So when you did travel to the West in 64, you went to the Venice Biennale, the year that Rauschenberg won, and you saw the Tate exhibition, Painting and Sculpture of a Decade, a show that also included British and American pop art. How did those viewings and also the incipient pop culture of the time affect your subsequent development? Nagyon nagy volt a kontraszt akkor a magyarországi művészeti helyzet, és amit itt tapasztaltam Londonban, úgyhogy ez egy óriási és egy életre szóló élmény volt, és a szakmai művészi pályafutásomat alapvetően befolyásolta minden, az, amit itt, illetőleg Velencében a Biennálén láttam. Az volt a szerencse, hogy akkor még 25 éves voltam, tehát időben kaptam ezeket a nagyon fontos művészeti hatásokat, élményeket. And in 68 you exhibited with the dissident Ipertev group that engaged with contemporary Western currents such as new tendencies, pop, conceptual and artipovera. The show was censored and closed, and what was it that was so distasteful to the regime about abstraction and pop? And do you think that censorship simply cemented your commitment to a particular artistic direction? A hatalom mindentől félt, ami a vasfüggöny másik oldaláról jött, mindenféle információtól nagyon félt. Részben értetlenség miatt, részben pedig hát politikai gyanakvások miatt, hogy ez a az akkori rendszernek a föllazítását jelenti annak az ideológiának, amihez a hatalom hát nagyon ragaszkodott és nagyon óvta. Persze ez teljesen hiába való próbálkozás volt a részükről. And at the same time, you were also influenced by an avant-garde intellectual of a much earlier generation, the polymath Kassák, as well as by the so-called European school of the post-war period. Was it important for you to form a relationship and a dialogue with your predecessors rather than react against them, as often happens? Az én generációmnak az volt a felismerése, hogy az értékes művészetet két pólusra kell építeni. Az egyik egy hazai tradíció, és létezett ilyen modern művészeti tradíció, Moholy Nagytól, Kassáktól, az Európai Iskola mesterei, és a másik pólus pedig az akkori úgynevezett kortárs művészetnek, egyetemes modern művészetnek az ismerete. És ennek a két pólusnak a szintéziséből képzeltük el, hogy létre lehet hozni azt a művészetet, ami aztán odahaza is, és nemzetközi mércékkel mérve is értékes lehet. Kornis Dezső, aki az Európai Iskola egyik legjelentősebb mestere volt, ő emlegette számomra mindig a Bartóki példát. Tehát, hogy a hazai alapok, ahogy Bartók Béla népzenét gyűjtött, és csinált belőle abszolút értelemben vett kortárs zenét.
Ma ezt talán úgy mondanánk, hogy a lokálisnak és a globálisnak az egyensúlyát kell létrehozni. And in the early 70s, you introduced a shaped canvas, taking painting into its surrounding space. That was obviously an interest shared by many of your contemporaries. But what specifically drew you to breaking the confines of the canvas and making painting objects, something that you also wrote about in a text of 69, Notes on the Latest Developments of Modern Art? Hát nagy valószínűséggel Frank Stellárnak a munkássága, amit hát Londonban is láttam, illetőleg a Velencei Biennale amerikai pavilonjában. And in 71, this interest in objects in space resulted in your collaboration with Jovanovic in Essen's Folkwang Museum, where you created an installation with structures based on the local medieval timber buildings. Was the creation of object-based environments a direction that you would have liked to have pursued further? Az első formázott képek után tulajdonképpen én már nem ragaszkodtam a hagyományos táblaképformához, de a praktikus lehetőségek, amik nagyon rosszak voltak ugye Magyarországon, hát nem adódott olyan alkalom, hogy én a háromdimenziós festészetet tudjak csinálni, installációkat tudjak csinálni. Úgyhogy ezért volt nagy öröm, amikor meghívást kaptunk az Essen-i Folkwang Múzeumban, ahol egy hagyományos német fachwerkháznak a motivumát dolgoztam föl, de ezek lakfólia volt fölfeszítve, fekete és fehér falemezekre, és ez egy folyamatot is kifejezett, mert a motivum egyszer a falnál állt, egyszer a padlón, és egyszer pedig összekuszálódva szerepelt a földön. És sajnos továbbra sem adódott lehetőség, hogy hasonló dolgot Magyarországon is csinálhassam. And also in the 70s, you produced a series of works exploring the relationship between image, text, and meaning. And given the impact of exhibitions such as Documenta, and especially when attitudes become form, was it impossible at that time to ignore conceptualism, although your predominant interest seems to be in the bones of form itself? Az iparterv kiállítások 68 és 69 után azt mutatták, mint ahogy a 68-as kasszeli dokumenta is, hogy bizonyos művészeti problémák a csúcsokra jutottak. Tehát tovább kellett lépni. Mint ahogy az a kasszeli dokumenta után is az történt, hogy egy évre rá egy Harald Szeman nevű művészettörténész rendezett egy kiállítást, When Attitude Becomes Form címmel, és ez tovább lendítette a nemzetközi művészeti problémákat is. Tehát mi, akik az iparterv kiállításokon megértettük már az idő szavát, nekünk is tovább kellett lépni. And in the 80s you introduced a new palette into your work and you produced some homage to various artists, again such as Kassák and the otherworldly painters de Quirico and Hopper. Quotation was obviously a key element of 80s postmodernism. What were you particularly interested in citing and amalgamating from the reservoir of eclecticism that the period opened up? Akkor már különböző forrásokból, meg Magyarországra is jöttek információk az úgynevezett postmodern fordulatról. Ez egy másfajta gondolkodási módot jelentett nem csak a kultúrában, hanem a világban egyáltalán és a művészeti területeken is.
Akkor én kis bajban voltam, mert az az új művészeti irányzat Nyugat-Európában expresszív, figuratív művészetet jelentett. Én pedig igyekeztem a magam geometrikus stílusánál megmaradni. De nagy segítséget jelentett, hogy én nagyon szerettem az építészetet és a design művészetet is mindig. És a posztmodern építészet és a posztmodern design vizuálisan nagyon sok inspirációt jelentett számomra. És ez a másfajta gondolkodás ez azt is jelentette, hogy a modern művészeti analízisek, amelyek bizonyos művészeti irányzatoknál futottak ki, hogy geometrikus abstrakció, szürrealizmus, dadaizmus, egyebek, a posztmodernnél adódott egy szintézis lehetősége. Ez tette lehetővé aztán a különböző reflexiókat művészettörténeti irányzatokra, vagy egy-egy modern mester munkásságára. And you've also incorporated, as you touched on earlier, elements of Hungarian folk culture, a direction that in some ways seems at odds with concrete or constructivist tendencies. And you've mentioned having been influenced by structuralism in this respect, the search for recurring patterns throughout different cultures. But was your attention to folk art also driven by a desire to maintain a link to aspects of your own culture, given that international currents often risk suppressing local traditions? Már az első fontosabb kiállításunkon Nádler Istvánnal rendeztük ezt Stuttgartban, egy Galeria Müller nevű kiállítóhelyen. Ott is az érdeklődő közönség, újságírók föltették a kérdést, hogy de hát mit hoztunk hazulról. De a népművészet, vagy a népművészeti hagyománynak a megközelítése az az esetemben két rétegben történt. Az első igazából még csak a népművészeti használati tárgyaknak az ornamentikája volt érdekes, vagy azt próbáltam hasznosítani. A második réteg az úgy adódott, hogy az egyik munkahelyemen 25 éven keresztül kellett különböző munkahelyeken dolgoznom, hogy pénzhez jussak, szakmából nem lehetett megélni. Ez egy olyan munkahely volt, ahol néprajzosok dolgoztak, de akkor már a strukturalizmus Magyarországon is megjelent. Tehát egy újfajta néprajz, a kulturális antropológia jelent egy segítséget ahhoz, hogy a népművészeti ornamensek mögött felfedezzük abban a megőrzött ősi kulturális hagyományt. Ahogy Bartók is mondta, hogy ős zenét keresett a népzenében, mi pedig hát kerestük most már az ős vizuális jeleket a népművészet mögött. Hát a Magyar Néprajzi Múzeumban nagyon értékes tárgyakat őriznek ilyenért. The magazine Studio International was very important for me because it was very difficult to collect the information about the actuality. And there was a little library where I find some number from Studio International. And I have some copies. Copy from this earliest period. Talán azt mondanám el még egy utólag, hogy amikor beszéltünk a posztmodernről, meg a népművészetnek erről a mélyebb rétegéről, akkor készült az a kép, ami most a
a Tét Modern gyűjteményében van. Yes, you have a few works in the Tate Modern, I believe. Ez a nagyméretű kép, ez 2x3 méteres, és amit éppen tegnap láttam, pillanatnyira kiállítva egy papírmunka van a konceptuális időszakból. And so the, when you had access to Studio International, was this, how early was that, that you were, was that already in the 50s? Nem, hát én 63-ban végeztem a képzőművészeti főiskolát, és hát ugye 64-ben kaptam Nyugat-Európára útlevelet. Ez volt az a látogatás itt a londoni térben.